Szia! Köszöntök mindenkit a mai adásban! Korábban találgattuk, hogy mikor várhatjuk a hardcore szervereket, és mennyi ideig tart majd ezeknek a tesztelése, és végre tegnap erre a kérdésre világosság derült, amikor a Blizzard hirtelen bejelentett két jelentős eseményt a World of Warcraft klasszik verziói rajongó számára. Az első hír a hardcore szerverek megnyitásának dátuma nem egy újabb tesztelési fázisról van szó, hanem végre az igazi végleges kiadásról. Második hír pedig egy tisztázott dátumot adott ki, mikor az új PvP rendszer élesedik majd a WoW Classic szervereken, ami párhuzamosan volt tesztelve a hardcore szerverekkel egyetemben. Ez a tátum nagyon fontos, mert amint az új rendszer életbe lép, a meglévő szervereken az összes jelenlegi játékos rangja és fejlődése vissza nullára, és mindenkitől elvárják, hogy újra kezdje a Honor, illetve a renkelésének a fejlődését, úgyhogy aki jelenleg renkelni kíván, én inkább azt javaslom, hogy álljon levele, mert három hét van addig, hogy felhúzza magát a által a kívánt szintre. Úgyhogy inkább várjatok. Nos, augusztus 27-én nyitják meg az új hardcore szervereket, mindazok számára, akik szeretnék kipróbálni magukat ebben a relatív népszerű kihívásban, ahol csak egy élet áll a rendelkezésetekre. Annak ellenére, hogy néha a kommentekben megkérdezik tőlem, hogy kik ezek az emberek, akik ilyen módon játszanak, mm, sokan valóban várták már ezeket a szervereket én nem. Korábban a hardcore challenge csak a közösség által választott private szervereken voltak gyakorolhatók, ahol a kihívás tisztességes végrehajtását egy erre a célra kifejlesztett addon, és egy egész csapat kurátor figyelte, akik nem csak a vitás helyzeteket oldották meg, hanem megengedték a játékosoknak a feltámadás lehetőségét is. Például, ha egy kihívásban résztvevő játékos valamilyen hibából, vagy akár a szerver disconnect miatt meghalt, akkor ezt a halált elnézték és lehetővé tették számára, hogy folytassa a játékot, tehát resurrecteltek. Ugyanúgy nem számított halálnak a hardcoreban, ha a játékos griffing miatt, vagy ha lényegében becsapták PvP-ben, és a beleegyezésen nélkül megölték, ez a halál nem számított, és lehetőség volt a további játékra. Ez egy külön videót megérne, miként igyekeztek a játékosok azon, hogy a másik frakció játékosait PvP státuszba varázsolják. Ahogy már korábban említettem, a hardcore szervereken nem lesznek kurátorok, felügyelők vagy nevezzétek, kiminek szimpatikus, és addonok, a játékosokra bízzák magukat, senki nem vizsgálja majd haláluk oká. És mint mondják, alaposan letesztelték ezt a lehetőséget a Blizzardék, és minimalizálták a lehetőséget a szerverek hibái miatt, a elhalálozásokat tekintve. Emellett tudni kell azt is, hogy lehetőséget adnak a PvP mód kikapcsolására, kizárólag a játékos döntése alapján, tehát véletlenül nem fogsz belemászni PvP aktivitásba, ha nem akarod. Ha mégis extrém helyzetet szeretnél magadnak varázsolni, akkor egyetlen lehetőség a PvP bekapcsolására egy megerősítéssel járó parancs segítségével lesz elérhető. Ahogy már észrevehetted, a játékosok ritkán fogják bekapcsolni a PvP-t, miközben a hardcore leveling kihívás teljes hiszen ez egy óriási nagy fenyegetést jelent számukra a fejlődés közben. Nos, nem nyugszik a bot probléma a WoW Classic szervereken, sőt, most jelenleg, drága barátaim, katasztrofális méreteket öltött ismét. Érdekes, hogy ennyi év után újra elérkeztünk egy ilyen ponthoz. Ha érdekelt titeket, ugye régen mi volt, milyen kiegészítőkben, itt van egy régebbi videóm, fent a sarokban, megtalálhatjátok, nézzétek meg, eléggé érdekes. Most is a helyzet. Megjegyzem, hogy a modern botok mindent tudnak. Ők maguk reklámozzák a szolgáltatásaikat a General chat beleraknak partiba, behívhatnak instance -be, nyitnak portált, farmolnak aranyat, és persze teljes mértékben fel is fognak gírelni, hogyha megveszed az általuk híresztelt lehetőségeket. Habár korábban azt mondták, hogy ezt a módszert kiavították, legalábbis a Blizzardék, most nem emlékszem, hogy ez a korlátozás csak a Season of Mastery-re vagy a normál szerverekre érvényes. Ha emlékeztek, legyetek szívesek helyesbíteni engem. Ezzel kapcsolatban van egy kérdésem. Ha modern botok repülnek és föld alatti erőforrásokat farmolnak folyamatosan, mert igen, ezt teszik, a textúra alatt repkednek és úgy szedik össze, koordinátáról koordinátára a virágokat, a miningos cuccokat, mindent, akkor ugyanezt teszik majd az új hardcore szervereken is. Itt arról ábrándozunk, hogy milyen jó lenne, ha hardcore botok nem rontanák el a játékélményt. Ez teljesen olyan, akinek szimpatikus ez a hardcore szerver, akkor ez most körülbelül, mint lenne egy futóverseny, és a többiek doppingolnak, meg kokszolnak, és lefutnak nyilván téged, te meg ott szerencsétlenkedsz. Ez most pontosan ugyanaz a helyzet, hogyha erre nem figyel a Blizzard, ebből egy óriási balhé lesz megint. Mert hát mi a probléma? Véletlenül a questeket, vagy veszélyesebb quest van, el tudok bújni, repülni tudok, nem jön utána a mob, bármit, bárhova, bármilyen sebességgel meg tudok csinálni. Most, amiket láthatunk, az rengeteg repülő lock és mage a WoW Classic szerverein. Igazán nem értem, miért hogy a figyelmen kívül a Blizzard ezt a hatalmas problémát, amikor csak be kellene lépni a szerverre pár embernek, tehát fél órára, és a fél szervert ki lehetne baszarintani. Valóban nincsen megoldás erre? nem véletlenül választották a 2019-es új klasszikus verzió bevezetésének időpontjában a modern klienst is, mert szerintük az sokkal védettebb volt, mint ugye az 1.12-es régi verzió, amire már rengeteg hack, meg cheat volt, elkészítve. Valójában azonban az 1.12-es régi verzió nem is olyan rossz, mivel nem látok olyan repülő mégyeket és lokkokat, ráadásul a private szervereken sokkal erősebb anti rendszer működik, mint most a Blizzard hivatalos szerverein. Ez csak egyet jelent, drága World of Warcraft uh, rajongók. És ebben magamat is beleértem. Ez az, hogy semmilyen szinten nem érdekli őket az, hogy milyen játékos közösség van, mi történik a WoW Classic szervereken. Hogy ennek milyen financiális következménye, illetve milyen financiális problémái lehetnek, az, hogy most megfizessünk valakit, bocsánat, 1500 dollárért, hogy üldögéljen ott, és, és egy nap 8 órában ugráljon, és bannolja ezeket, ez szerintem nem egy pénz összeg, még a magyar szinten sem, egy ilyen cég számára. Itt óriási problémák lesznek, már most vannak, egyre nagyobb a kibontakozása ennek, egyre többen hagyják ott a hivatalos szervereket a WoW Classic verziókban, és egyre többen mennek a private szerverekre, mint például a Turtle wow Én nem vagyok ezeknek a híve, de én is ott játszok, és 12 ezer online lett ott most. 8 ezer volt, 10 volt, 12 ezer, és ez menni fog felfele, saját maguk alatt vágják a fát. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, szép napot, sziasztok!